Az volt az ideám, hogy ugye nagyon sokféle zenésszel dolgoztam, tehát különböző műfajokból találkoztam már rengeteg zenésszel, és azt gondoltam, mi van akkor, hogyha ezt a sokféle stílusú zenészt összehoznám egy zenekarba, és egy adott folklór témára, hogy kinek mi jut eszébe, hogy mit teremt rá, és akkor így alakult meg tulajdonképpen a Gypsy Cinnamon Band. Jó a társaság, jó a kaja, jó a muzsikálunk, de legfőbb erénye a zenekarnak, hogy nagyon szeretjük egymást. Nyilván a zene az is nagyon-nagyon fontos, de ahogy mi tudunk létezni, több zenekarban vagyok, ez a légkör azt hiszem, hogy egyedi számomra. A Mihályon mindig az az élmény, hogy ő mindig rácsodálkozik, hogy hú, ez itt így van ebben a zenekar? Hogy ez itt így megy? És hát őt látni ebben a viszonylatban, ez nekem egy csodálatos élmény. Csapatnak van egy olyan szeretett kuborékja, így az egész Gypsy Cimbalom bennek, amiben így azonnal így befogadtak. Én ugye egész friss tag vagyok ebben a formációban, és egy percig nem éreztem, hogy itt most valami kellene ahhoz, hogy én ide bekerüljek ebbe a buborékba, és tényleg az van, hogy mindenki vigyorog a színpadon, mindenki őszintén örül a másiknak, figyelünk egymásra. Előállni a színpadon egy ilyen zenekarral a hátam mögött, vagy egy ilyen zenekarral körülvéve, az olyan érzés, mintha egy ilyen szőnyeg, egy ilyen varázsszőnyeg lenne, ami így elröptet, és nekem tényleg már csak az a dolgom, hogy énekeljek, és teljes bizalomban. Nagy nehezen megírtam ezt az albumot, majd felvettük, és ez annyira jól sikerült, hogy akkor Kármán eldöntötte akkor talán, én úgy érzem, hogy zeneileg és emberileg is megfelelek arra, hogy a zenekarban játszhassak. Egyáltalán, hogy betehessem a lábomat a GCB zenekarba. Viccesen hangzik, de tényleg így van. És én úgy gondolom, hogy onnantól kezdve viszont kialakult egy olyan baráti kör, egy olyan társaság, egy olyan muzsikus atmoszféra, ami család, szóval örülök, hogy részt vehetek benne. Nagyon élvezzük a együtt létet és az együtt játékot.